Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, elfogadta a képviselőtestület Székesfehérvár 2020-as évi költségvetését. Erről beszélgetünk a ma esti közéleti magazinban. Stúdiónk vendége Rácné Földi Judit, a Székesfehérvári ellenzéki összefogás frakció vezetője, valamint Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. Jó estét kívánok! Mit érdemes tudni itt a fehérváriaknak a főbb számok vonatkozásában? Szerintem az a legfontosabb, hogy van Székesfehérváron a 2020-as évi költségvetése, ami biztosítja azt, hogy a város működése zavartalanul tud tovább folyamatában működni. A fejlesztések nem állnak meg, az elindult fejlesztések folytatódnak, és új fejlesztések is kerülnek majd kiírásra. Tehát azt jelenti, hogy a város stabil és nyugodt működése biztosítva van. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit elmondhatunk a mai közgyűléssel kapcsolatban. A legfőbb szám az az a több mint 60 milliárd forint, ami ezt a költségvetést jellemzi, és az, hogy ez a költségvetés nem tartalmaz hitelt. Ami szerintem nagyon fontos, nem csak a város múltját tekintve, hanem jelenleg más nagyvárosokhoz képest is elmondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen fehérvári unikális jellemző, hiszen egyre több város az, aki hitelt vesz fel, akár folyószámla hitelt, akár nagyobb beruházási hitelt. Székesfehérvár szerencsére 2010 óta nem vett fel hitelt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a városunk stabilitása és jövője szempontjából is. Egyetért ezzel az ellenzéki frakció, stabil a költségvetés? Igen, és ezt el is mondtuk a közgyűlésen, hogy stabilnak látjuk, és ez már évek óta így van. Meg is köszöntük a dolgozóknak, akik ezt összerakták, ugye is biztosak vagyunk benne, hogy ez egy nagy feladat volt. Ugyanakkor nem támogattuk ezt a költségvetést. Egészen lesarkítva ezt úgy tudnám a nézőknek megfogalmazni, hogy megértsék, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy ne fejlődjön a város, vagy nekünk nem szívügyünk ez a város. Ha veszünk egy otthoni költségvetést egy átlag családba, két szülő, két gyerek, akkor biztos vagyok benne, hogy az apuka sem ugyanarra költené, meg az anyuka sem ugyanarra költené. Na most a Fidesz frakció felállított egy olyan struktúrát, amit az ellenzék nem ilyen formában szeretne felosztani, akár sport, akár ifjúság, akár egészségügy, akár oktatás, akár kultúra területén. Máshova helyeztük volna a hangsúlyt. Tehát azért mondom, hogy nem magával az egész költségvetéssel van problémánk, hanem annak a felosztásának, a felosztás struktúrájával van problémánk, de azt nem vitattuk, hogy valóban erős város, valóban erős az adóerőképesség, iszonyatosan magas az iparűzési adóbevétel, amiatt valóban tud fejlődni ez a város. De nem, minden fejlesztést egyébként meg szoktunk szavazni évközben, az összes költségvetési módosítót, de szerintem 4 pont mentén csináltunk egy alternatív költségvetést, és többet kellene fordítani közlekedésre, oktatásra és egészségügyre. Ezt elmondtuk többször is, és ehhez tartom is magam. Akkor nézzük egy kicsit a súlypontokat. Itt már egy kis ízelítőt kaptunk, de hova helyezték önök a hangsúlyokat, a súlypontokat? Azért örültem én az ellenzék módosítójának, hiszen jól látható abból, hogy ezek a súlypontok ezek nagyjából megegyeznek azzal, amit mi gondolunk a költségvetésről és a város működéséről, hiszen a súlypontok a megszavazott költségvetésben is az egészségügyi és szociális fejlesztéseken, az oktatás fejlesztésén, ami egyébként már ugye tudottan nem a város kötelező feladata, de mégis érezzük azt a felelősséget, hogy ebben részt kell vennünk, illetve az intézményfelújítások és a közlekedés fejlesztés, amit teljes mértékben egybevág azzal a módosító javaslattal, amit az ellenzéktől kaptunk. Tehát én, ahogy beszéltük is, és ahogy most is mondta képviselőasszony, frakcióvezetőasszony, a fő pontokban megegyezünk, itt az elosztás és az alsóbb súlypontoknak a helyezése az, ami kérdés. Azért én azt mondom, hogy figyelembe kell venni azt, hogy sokszor elhangzik, hogy Székesfehérvár ipája nagyon magas, az iparőzési adó az rettentően magas, de azért könnyen el lehet szórni egy nagyvárosban is több milliárdnyi forintnyi ipát úgy, hogy aztán abból hitelfelvétel legyen. Tehát én nem csak azt mondom, hogy konzervatív költségvetést kell csinálni, hanem racionális konzervatív költségvetést kell csinálni. Nem szabad elszállni attól, hogy a gazdaságnak Fehérváron ilyen ereje van, akkor is mértéktartóan, addig kell nyújtózkodni a városnak, ameddig a takaró ér. Nem szeretném azt, és szerintem senki nem szeretné, hogy újabb hitelállomány gördüljön a székesfehérvári költségvetésbe évről évre egymás előtt. De nyilván készítettek egy alternatív költségvetést, ezek szerint azért mégis máshol vannak az a hangsúlyos pontok, vagy azok a hangsúlyok? A 4 pont az ugyanaz, azt gondolom, hogy most már évek óta ugyanezt mondjuk,
Viszont a források elosztása az nem. Mi lényegesen több forrást helyeznénk ide, és a fejlesztések most jóval kevesebb összeget tartalmaznak, mint az elmúlt évek. Én ezt úgy apostrofálnám, hogy az elmúlt évben ugye volt kampány, előtte is volt egy kampány, tehát itt most lement három választás, egy országgyűlési, egy parlamenti és egy önkormányzati. Látszik azon, hogy a fejlesztések ebben a három évben, vagy két és fél évben kiugróak voltak. Tehát most a 20-as évben kevesebb fejlesztés van betervezve. Én ezt annak tudom be, hogy most nincs kampány, 22-ben lesz. Tehát valahogy egy kicsit meghúztuk a nadrágszíjat, igazából így fogalmaznám ezt meg. És ugye látjuk azt, hogy nagyon sok helyen emelés volt. Tehát ugye a mai napon is a temetkezési díjak, akkor múltkor a parkolódíjak, az uszodai belépőjegyek ára. Tehát, hogy drágít is az önkormányzat, ugyanakkor azt mondja, hogy nagyon stabil, és hogy valóban van pénz erre, mert látjuk, hogy ezért van tartalék, viszont kevesebb fejlesztést eszközöl. Tehát nekem van a politikailag egy ilyen rossz szájízem emiatt, hogy lehet, hogy emiatt. És ugyanakkor azt ki kell emelnem, hogy vannak benne olyan javaslatok, amik ellenzéki javaslatok, tehát a védőoltások, például ezt a Fidesz frakció teljes egészében befogadta még tavaly júliusban, és ígéretükhez mérten ez az idei költségvetésben szerepel. Tehát emeltek be olyan egészségügyi dolgokat, amit az ellenzék kért. De szerintem nem elég. Tehát, hogy milyenink az orvosi rendelők, a gyerekorvosi rendelő, a fogászati rendelő és az Esze Tamás utca, most, hogyha kiemelek valamit, akkor én ezt különösen rákérdeztem, hogy 2020-ban ez tervezés alatt van, és sajnos még nem. Tehát számomra vannak még olyan hiányos, vagy olyan szürke foltok, amik lehet, hogy mondjuk 22-ben már zöld utat kapnak, de most még nem. Lehet rossz helyez a frakcióvezető asszonynak? Nem, sőt, én meg is cáfolnám ezt a fajta konteót, hogy azért volt több fejlesztés. Én nem is gondolom azt, hogy több fejlesztés volt. Más jellegű fejlesztések vannak idén. Jól lehet látni azt egyébként, hogy a fejlesztések most csak annyiban változtak, hogy nem kerültek soronként kijelölésre azoknak az összegé, hanem egy nagy csomagban döntünk a fejlesztésekről, ennek egyszerű oka van. Szeretnénk azt elkerülni, hogy a fejlesztési pénzek közbeszerzés előtt kitudódjanak, és a pályázók tudják azt, hogy mennyit szállunk egy fejlesztésre. Ha megnézzük ezeket a csomagokat és összerakjuk, ugyanannyi fejlesztés van idén is, mint tavaly. De ami nagyon fontos, hogy azért azt tudomásul kell venni, hogy mint ahogy az életben is jól látszik, a munkaerőhiánynak köszönhetően a bérek növekedése és alapvetően a működési költségek növekedése az ugyanúgy az önkormányzatra is érvényes. Nem véletlen az, hogy majdnem 1 milliárd forint kerül ebből a költségvetésre béremelésre. Nem beszélünk, és ebben nincsen benne az összes székesfehérvári nagy szolgáltatónak a béremeléséről. Ez csak az önkormányzat dolgozói, akik nap mint nap a közszolgáltatások fenntartásért dolgoznak, a béremeléséről szól. Muszáj itt is lépni, és muszáj itt is versenyképessé tenni az önkormányzatot. Mindemellett az pedig, hogy egészségügyi fejlesztésre, oktatásra mennyit költünk, ott is többet költünk, és azt kell látni, hogy sajnos van egy komoly elmaradása a városnak, ami nem az elmúlt 10 évről, hanem az elmúlt 30 évről szól. Tehát az orvosi rendelők évről évre újulnak meg. Tavaly a Batthyány rendelő, most mai napon döntöttünk a Mészöly Géza utcai rendelő felújításáról, tehát haladunk sorban, sajnos nem tudjuk megtenni azt, hogy egyszerre újítjuk föl, hiszen addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, de folyamatosan újulnak meg az orvosi intézmények, a rendelők, de folyamatosan újulnak meg a bölcsödék és óvodák is, hiszen most is döntöttünk olyan előterjesztésekről, amelyek bölcsödék óvodák felújításáról szól. Sőt, olyan döntés is van, ami iskola felújításáról szól, úgyhogy ott nem is mi vagyunk a fenntartók jelen pillanatban, de felelősséget érzünk a Székesfehérváron tanuló és székesfehérvári fiatalok iránt. Például a Kodály Zoltán iskolánál is döntöttünk egy homlokzat felújítási 30 milliós keretről, ami elkezdi ezt a munkát, és egy régi adósságot törlesztünk. Tehát, hogy igen, változott lehet egy nagyon picit a fókusz a költségvetésnek, de ez mind azért, mert nekünk is válaszolni kell azokra a kérdésekre, amelyek szembe áll az önkormányzat, akár a gazdasági növekedés és mondjuk a bérek növekedése miatt. Mik voltak a legvitatottabb pontok ön szerint? Hát ez a 4 pont igazából, hogy kevés forrást költünk rá, és tudom, hogy a Szent György Kórház vonatkozásában mindig az az álláspont, ami egyébként jogos, hogy állami fenntartású.
De hogy ezt az intézményt a fehérváriak látogatják. A Távirdai utcai rendelőt a fehérváriak látogatják. Tehát, hogy én szeretném, hogyha még jobban magunkénak éreznénk ezeket az intézményeket, mert hiába állami fenntartású. De mégis a mi gyerekeink, a mi nagymamánk jár oda. Tehát szerintem ez a mi felelősségünk is, hogy ide. És az oktatás területén egy szóba került a digitális oktatás többször, és a képviselőtársamnak ez a veszőparipájáról, annak évek óta dolgozik ezen, és hogy okostanterem. Igen, tehát elindultunk egy úton, de nincsen még minden iskolában okostanterem, és látjuk, hogy a gyerekeink és a jövő generációja folyamatosan kütyükkel mászkál. És nekünk ki kell, hogy elégítsük ezeket az igényeket. Tehát nem engedhetjük meg, hogy lemaradjanak akár az oktatás területén is. Ugye nem csak otthon szívják ezt magukba, hanem a napi 8 órában még munkában vannak kvázi. És szerintem ezt nagyon ki kellene nyitni. Tehát szerintem ehhez kevés az Alba Innovár, hogy oda mondjuk egy osztály eljut egy évbe 2-szer maximum. Szerintem az óraszám az kevés. Tehát az egy évben mondjuk 6 óra, mire körbe jut az összes iskola. Nem azt mondom, hogy rossz, mert szerintem nagyon szuper dolog, hogy Fehérvár egyedülállóan ezt elindította. De ez kevés. Tehát ezt lokálisan, iskolákban is eszközölni kellene. Pontosan azért, hogy tudjuk őket fejleszteni, és a munkaerőpiacra úgy tudjuk őket kiengedni, hogy mi, ami az önkormányzat kütyük kötelessége, amíg 8-as nem lesz, azt maximálisan ellássuk. Ugye, hogyha már itt említettük az intézményrendszert, és belegondolunk az elmúlt napokba, biztosan a tévénézők közül is sokan nézték mondjuk a közösségi médiát, ott az intézményrendszer óvodák bölcsödék kapcsán azért egy elég parázs vita indult el. Hogyan döntött most a képviselőtestület, és mi ennek a döntésnek a lényege? Illetve önök hogy látják ezt? Valóban egy parázs vita, és ez is a racionális és konzervatív költségvetésről szól, de egy nagyon picit visszatérő még az előző témához, hogy csak annyit tennék hozzá, hogy valóban a Szentgyörgy Kórház a fehérváriaknak is szól, de azért látni kell, hogy a pólus kórházak közül a legnagyobb, ami nem csak a megyéből, hanem az egész régióból lát el betegeket, és a fehérvári betegek aránya az 20-30%. Tehát, hogy azt látnunk kell, hogy a államnak fenntartott kórház nem csak a fehérváriakról szól, és igenis ezért kell gondoskodnunk nekünk a fehérváriakról, ezért került be egy plusz 100 millió forintos támogatás, ami a CT és MR diagnosztika egy hónapos várólistájára csökkent, egy hónap alá csökkenti be a várólistát a székesfehérváriak számára, senki más számára, a székesfehérváriak számára, hiszen mi olyan támogatást szeretnénk nyújtani a kórháznak, ami a fehérváriaknak nyújtja a szolgáltatásoknak a javulását, és én azt gondolom, hogy így sokkal költséghatékonyabban tudunk szolgáltatásokat javítani, mint ahogy mondjuk az ellenzéki javaslatban volt. Ezt az előzőhöz az óvodai intézmény reformhoz csak annyit tennék hozzá, hogy ezt dolgot látnunk kell. 3511 óvodai férőhely van ma Fehérváron, és sajnos 3052 gyermek az, aki ezekben az oldákban jár. Jól láthatóan 450 hely üresen van ma Székesfehérváron. Ennek tudjuk az okát, bár idén több gyermek született a Szent György kórházban 25 vagy 30 fővel, de látnunk kell, hogy most van egy pici visszaesés ebben, és sajnos azt látjuk, hogy a szülők is próbálnak olyan óvodákba menni, amelyek az ő munkahelyükhöz a legközelebb van, ezért aránytalanság alakult ki az óvodai rendszerben. Vannak óvodák, ahol fullházon működik az intézmény, és van olyan óvoda, ahol jövőre ketten, azaz ketten mennének a MANC óvodába. Tehát látnunk kell azt, hogy muszáj hozzányúlni ehhez a rendszerhez, hogy ez fenntartható legyen, és feleslegesen ne tartsunk fel olyan intézményt, ami üresen működik. Nekem ebben az egészben az a szívfájdalmam, hogy ez 2016 óta látszódó folyamat. És ez a 400 fő hiány, ez nem most alakult ki az elmúlt 4 hónapban. Kellett volna szerintem erre egy olyan csoport, aki ezt vizsgálja, és kidolgoz egy olyan javaslatot, ami jó a gyereknek, jó a szülőnek, jó a nevelőnek. Tehát nekem ezzel az a problémám, hogy 4 hónap alatt összeraktak egy olyan csomagot, amit lehet szépíteni, az óvoda bezárás. Tehát, és én ezzel nem tudok egyetérteni. Én nagyon sok szülővel beszéltem, akik megkerestek, és én kutyakötelességemnek érzem, hogy én figyelembe vegyem a szülői kérést. És nagyon sok szülő nem szeretné ezt. És egyébként nagyon sok nevelő sem. Hisz közösségként együtt dolgoznak adott esetben már 15 éve, és most ez az egész megbomlik.
Konkrétan a Megyeház utcai óvoda tekintetében oda járnak olyan gyerekek, akik sajátos nevelési igényű gyerekek. Nekik egy változás, az egy komoly trauma. És ezt traumaként éli meg a szülő, és traumaként éli meg a nevelő is. Én nem gondolom, hogy 4 hónap elegendő volt ehhez, hogy egy ilyen döntést meghozzunk. Ezt szerintem fel kellett volna építeni, és nem egyszerre ilyen átalakítást eszközölni, mert ugye ez most nem csak egy intézményt érint, hanem 6-ot. Tehát lehetett volna ezt egy kicsit eltolni, vagy csúsztatni, és ami még fájó nekem ebben az egészben az az, hogy ezek a nevelők nem lettek bevonva, hanem csak tájékoztatva lettek. Lehet, hogy a vezetők igen, de a többi nevelő és szülő nem. És ez nekik is szívfájdalmuk, ugyanis van, aki a héten tudta meg. Tehát nekem van bajom a módszerrel is, hogy ezt miért így csináltuk. Nem vitatom, hogy rengeteg munka van mögötte, és azt sem vitatom, hogy ez mindenkinek fájó. Pláne akinek van gyereke. Tehát ezt én is valószínűleg ezért élem meg nehezebben. De nekem, ő képviselőként, igenis meg kell hallanom a szülők hangját. És a szülők hangja az, hogy ők ezt nem szeretnék. Úgyhogy mi ezt ma nem támogattuk, és én nagyon bízom benne, hogyha legközelebb a város ilyen átalakítást tervez, akkor bevon még több képviselőt is ebbe, vagy több szakembert, hogy közösen ki tudjunk találni egy olyan csomagot, ami mindenki számára elfogadható. Amit ezzel kapcsolatban még elmondanék, hogy azért nagyon fontos, hogy itt ma nem csak a reform kapcsán, nem csak arról döntöttünk, hogy van olyan óvoda, ahol 2 gyerek járt, és ennek a működése már nem racionális, hanem bölcsöde, ifférőhely fejlesztésről is, hiszen pont ebbe az épületbe tud beköltözni egy bölcsöde, amely plusz fő befogadására lesz képes, plusz gyermekeket tud majd fogadni, és a bölcsödei túltelítettséget tudja majd könnyíteni. Tehát azért nagyon fontos, hogy a Ligacsori óvoda pedig szintén bővül, tehát látva az igényeket, ahol kell bővítünk, ahol pedig kisebb az igény, ott pedig átcsoportosítjuk az erőforrásokat, mert azt kell látni, hogy a legnagyobb hiány a humán erőforrásból van, hiszen sajnos az óvodai pedagógusokból is nagyon kevés van a Fehérváron. De hogyha jól értelmezem, én ezt az egész döntés folyamatot, hogy például vannak olyan óvodák, amiknél föl sem merült a bezárás kérdése, ez egy ilyen intézményi átalakítás, például a szárazréti óvoda, az gyakorlatilag a felsővárosi óvodával kerül összevonásra, hogyha jól emlékszem pontosan, de ott például föl sem merült a bezárás kérdése? Ott nem merült fel abszolút egy átalakítás, és ugye látnunk kell, hogy az egésznek az alapja nyilván nem az, hogy az önkormányzat szeretne pikpak bezárni intézményeket, hanem az egész alapja az a munkaerőhiány, hogy nincsen óvónő. És erre utaltam én, hogy ez 2016-tól látjuk ezt a folyamatot. És így igazából a munkaerőhiány meg lesz oldva ezekkel az átalakításokkal. A szárazréti óvoda tekintetében pedig a felsővárosi óvodának ugye nincs vezetője, a szárazréti viszont elképesztően jól csinálja. Tehát tényleg példaértékű, és a közgyűlés úgy döntött, hogy neki szavaz bizalmat, és képes arra, hogy ezt a két intézményt megcsinálja. És azt gondolom, hogy valóban képes lesz rá, tehát én ezt nem vitatom. De az, hogy tehát ezzel csak az óvodai, vagy az óvónői hiányt oldottuk meg. De ugye a jövő most. De ugye ez folyamatos. Tehát, hogy erre szerintem kellene kidolgozni valami programot, hogy ezt most megoldotta az önkormányzat, de mi lesz 2 év múlva, mert akkor is lesz egy olyan blokk, hogy elmennek nyugdíjba ezek a pedagógusok. És én erre mondtam azt, már októberben is, vagy ősszel, hogy kell egy óvónői pályamodell, és igenis az önkormányzatnak valamit eszközölnie kellene, ugyanis nincsen óvónőképzés a városban. És ez látszik. Tehát kellene valamilyen képzést indítani, ezt a képzést támogatáshoz kötni, hogy a végén ide tudjuk ezeket az óvónőket kötni, hogy a gyerekeinket neveljék. Még egy-egy rövid gondolatra van időnk, aztán a köztér ugye majd folytatódik, érkezik hozzánk a város polgármestere. Hogyha így összefoglalóban kéne jellemezni a mai közgyűlést, akkor mi az a lényeges pont, amit kiemelne, és még nem hangzott el? Hát amit én ki tudok emelni, az, hogy ami nagyon fontos, hogy mint ahogy eddig is, azért azt tapasztalhattuk, hogy nagyon kulturált és konstruktív meretben zajlott a költségvetés vitája. Én azt gondolom, hogy ez
ez méltó Székesfehérvár történelméhez, és egyébként a fehérvári közgyűlés történelméhez is. Ugye nagyon örülök neki, hogy azért nagyon sok mindenben konszenzusra tudtunk jutni, és abban is, hogy azért jól láthatóan egyetértünk abban, hogy mik azok az irányok, amelyre fejlesztenünk kell. A kisebb pontokban nem tudunk még megegyezni, de én úgy látom, és az is lett az egyik döntés a költségvetés módosításával kapcsolatban, hogy vizsgáljuk meg azokat a módosítási javaslatokat, amelyek az ellenzékben jutott, és nézzük meg, hogy azokból mi az, ami beemelhető, akár idén, akár jövőre a költségvetésbe. Frakcióvezető asszony? Én egy pontot mindenképpen ki szeretnék emelni, ugyanis példaértékű, és nincs még egy ilyen megyei jogú város, és a város történetében se volt ilyen az elmúlt 10 évben, hogy alternatív költségvetés dolgozott ki az ellenzék, és erre a kormánypárt nyitott volt. Tehát ilyen még nem volt. Az a jellemző szerintem a megyei jogú város költségvetésekre, a kormánypárt benyújtja, az ellenzék leszavazza, pár pontot kiragad, hogy mi nem tetszik, nyom egy nemet. Itt nem ez történt. És ez szerintem példaértékű. Most először az ellenzék is azt mondta, és a kormánypárt által benyújtott költségvetést átdolgozta, és ugyanazt a 4 pontot emelte ki, mint ők, más elosztásban. Én ezt szeretném kiemelni. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy hiába gondolunk mást, vagy más az ideológiánk, de abban mindannyian közösek vagyunk, hogy ugyanazért a 98 ezer emberért tettük le azt az esküt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nézőink pedig maradjanak velünk, hiszen érkezik hozzánk a város polgármestere Cser Palkovics András, és vele folytatjuk majd itt a Közéleti Magazin műsort. Nos, tehát az elmúlt bő negyed órában szó volt a költségvetésről, illetve az alternatív költségvetésről, ahogy azt a frakcióvezetők látják, és most nézzük, hogy mi van a számok mögött. Stúdiónk vendége, ahogyan azt már említettem az imént, a város polgármestere Cser Palkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Mindig jó dolog Fehérvárról beszélget. Mi a fő irányvonal ennek a költségvetésnek, azon kívül, hogy ugye, ahogy az imént elhangzott, stabil és konzervatív költségvetés, milyen főbb számok mentén alakul ez majd, illetve a számok mit akarnak? Mindjárt erre is válaszolok, csak szeretnék egy picit egy másik műsor, két másik résztvevője által elmondottakra utalni. Ugye előttem volt a két frakcióvezető vitája vagy beszélgetés a költségvetésről, Székesfehérvárról, és a végén mind a ketten elmondták kiemelve, hogy egy kultúrált költségvetési vita volt, és hogy biztos, hogy akár az ellenzék, akár a kormánypárt hozzáállása az olyan volt, amit ez a város megérdemel, és ezt szeretném megerősíteni, hogy úgy gondolom, hogy mind Rácznéföldi Judit, mind Molnár Tamás által elmondottak igazak voltak a mai vitára. Nyilván volt vita, mert nyilván lehetnek különbségek abban, hogy milyen módon, hogyan, melyik területre mennyi pénzt, hogyan arányosítva osztunk el, de egymást tisztelve, egymás véleményét tisztelve, és egyáltalán véleményt, javaslatot, módosításokat, irányokat meghatározva, és javaslatokat téve. Erre mindegyik jellemző volt a mai közgyűlésre, valóban tett az ellenzék is javaslatot, talán egy kicsit későn, de azt gondolom, hogy fontos területeket érintve, és mi se automatikusan vertük ezt le az asztalról, vagy söpörtük le, hanem jeleztük, hogy mindegyik témában egyrészt azt gondolom, hogy részben választ ad ezekre a témákra maga a költségvetés, részben pedig lehet róla beszélni, szakmai, politikai, várospolitikai álláspontot kialakítani, tartalomban, finanszírozásban megállapodni, és hozzuk ezeket vissza a közgyűlésre. Én úgy érzem, hogy valahogy így kell ennek zajlani. Nagyon örülök, mert azért az elmúlt időszak nem mindig erről szólt, az országos közélet még egyáltalán nem erről szól. Én nagyon örülnék neki, ha e tekintetben újra egy kicsit sziget lenne Székesfehérvár, mert ez abszolút egy pozitív vélemény szerintem, és összességében egy nagyon komoly versenyképesi lehetőség a város előtt. És akkor a költségvetés, mert nem szeretnék kitérni a számok elől. 67,4 milliárd forint az az összeg, amit eloszthattunk, amiről ma a közgyűlés dönthetett. Ebből mindegy 25,8 milliárd forint az, ami az önkormányzat saját bevétele. Ennek a legnagyobb tétele az iparűzési adó, több mint 20 milliárd forint. Ez gyakorlatilag alapja a mi költségvetésünknek és egyáltalán a nagyvárosok önkormányzati finanszírozásának. Ezért nem örülök annak, amikor ezzel kapcsolatos olyan hírek vannak, amelyek eztnek jelentős csökkentését jelentenék, anélkül, hogy ezt más módon az állam nem kompenzálná ezen önkormányzatok számára. Remélem, hogy a versenyképességi tanács ilyen javaslatát a kormányzat
kormány nem fogja elfogadni, ez súlyosan érinteni Székesfehérvárt is. Szerencsére ebben az évben ezzel biztosan nem kell foglalkoznunk, hiszen az iparűzési adó a megszokott rendben, és remélhetőleg még talán a megszokott mértékhez képest is nagyobb arányban folyik majd be az önkormányzathoz. Ezt azért hangsúlyozom, nem ülünk ezen a pénzen, ez nem az önkormányzatnak fontos, hanem ezen keresztül tudunk városüzemeltetési és városfejlesztési szolgáltatásokat és egyetlen jövőképet adni a fehérváriaknak és a városnak egyaránt. A 25,8 milliárd forintból még kiemelném, hogy az építményadó ez kb. 2,3 milliárd forintos érték, kicsivel több, mint 400 millió forint a gépjárműadó Fehérváron maradó része. Megnyugtatom az autósokat, közlekedőket, hogy ennél sokkal többeket költünk, sokkal több pénzt, forrást költünk majd járdára, útra, utcára, parkolóra ebben az esztendőben is. És mellette egy 65 millió forintos idegenforgalmi adó is van, ami összegszerűen nem olyan sok, viszont évente 10% körüli arányban nő, ami azt jelenti, hogy a turista szám is nő a városban, ráadásul a vendégészaka szám nő, ez is értelemszerűen a kereskedelemben, szolgáltatásokban, egyáltalán a város hangulatában én úgy érzékelem, hogy ez visszaköszön, nyilván köszönhetően azoknak a fejlesztéseknek, azoknak az elérhető szolgáltatásoknak, rendezvényeknek, amiket szintén ugyanez a költségvetés biztosít. Tehát kicsivel... akkor vonzóbb Fehérvár. Így van, ez ezért fontosak ezek. Ugye ebben volt ma vita, hogy mit, hogyan lehet szabad ezekre költeni, kommunikáció, rendezvénykérdések. Ez mind-mind a város életminőségéhez, a fehérváriak életminőségéhez és a város jövőképéhez, igen, azt gondolom, hogy hozzá tartozik. Körülbelül egy olyan 30 milliárd forintot költünk városüzemeltetésre, ezen belül mindegy 14 milliárd forintot az intézmény fenntartásra, ezen belül egyébként minden olyan intézmény stabil, biztonságosan fog tudni működni 2020-ban is, amit az önkormányzat tart fönn, és körülbelül 32 milliárd forintot költhetünk majd fejlesztésekre. Ebben vannak kötelező feladatokhoz tartozó fejlesztések, mondjuk 250 millió körül fejlesztjük az óvodákat, költünk iskolaépületre, költünk szociális létesítményünkre, mondjuk Fekete-hegy százaléten több mint 100 millió forintot közlekedési infrastruktúra javítására. És ezt talán még érdemes úgy megosztani, hogy körülbelül egy olyan 17 milliárd forint körül összeg, amit állami támogatásból tudunk fejlesztésekbe megvalósítani, kicsivel több mint 8 milliárd körüli összeg az, amit Európai Uniós forrásból, és közel 7 milliárd forint, amit az önkormányzat saját erőből, megint csak vissza szeretnék csatolni, iparüzési adóbevétel terhére tud fejlesztésekre fordítani. Mm-hmm. És ebben nincsenek benne a céges fejlesztéseink, mondjuk a Szép Hőnél 1 milliárd forint idén arra megy, hogy a kiköltözés a Gáz utcából megtörténjen, azok ebbe a fejlesztési csomagban még nincsenek is beleszámítva. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a fejlesztéseknek a mértéke az maradt az idei évben is, mert hogy éppen az imént említett beszélgetésben volt egy olyan halvány gondolat Tarászné Földi Juditnak, hogy az idei évben nincs kampány, és ez egy picit érződik a fejlesztéseken is, és emiatt rossz a szájíze. Hát nem kell, hogy emiatt bárkinek rossz legyen a szájíze, ugye tudni kell, és ezt mindig el fogtuk mondani pont a költségvetési főösszegnél, hogy azért nem igazán mond sokat az önkormányzat gazdálkodásáról, mert hogy egyes fejlesztések ezt nagyon meg tudják emelni, hogyha ezek véget érnek, akkor még nyilván ezek az összegek lecsökkennek. Tehát nincs másról szó, mint vannak olyan kifutó fejlesztéseink, amik önmagában is nagy összegűek voltak, mondjuk fiskális út felújítása, ami a közművekkel együtt egy közel 1 milliárd forintos fejlesztés. Nyilván a fiskális utat nem kell még egyszer felújítani, és a következő nagy utaknál, amiről ma egyébként már a közbeszerzési kiírásokat is elindítottuk, mert hogy gyakorlatilag a költségvetés végrehajtása is megkezdődött, mondjuk a Várkörút, vagy éppen a Prohászka út, vagy a Kisbudai útnál, még nem az útburkolatnál tartunk, hanem csak elindítjuk a közműnek a cseréjét az idei esztendőben, utána tudjuk az utat építeni. Értelemszerűen ott majd a nagy összeg az nem idén, hanem majd a következő évi költségvetésben fog megjelenni. Tehát ezért nem szabad szerintem egyik évet a másikkal így összehasonlítani, meg kicsit alma, meg egy kicsit körte. Ez ugyanúgy nem teljesen igazságos, mintha én most azt mondom, hogy hát azért 31 néhány milliárd forint volt ennek a költségvetése 2010, ennek a városnak a költségvetése 2010-ben, most meg már közel 70 milliárd forint. Ez sem mond önmagában mindent el az elmúlt 10 évről. Egy viszont biztos, hogy elmond, 2010-ben volt 18,5 milliárd forint hitelállomány a Székesfehérvár önkormányzatának, ebbe a kb. 14-14,5 milliárd forint volt maga a tőketartozás, és jöttek a költségek, a kamatok. Mára ez 0 forint. Nincsen adósságállománya az önkormányzatnak, nem kellett folyószámlahitelhez sem nyúlni.
Ezért azt gondolom, hogy ez egy nagy eredmény, úgy, hogy közben 3,6 milliárd tartalékot is tudtuk képezni. Az ellenzék arra tett javaslatot, hogy legyen kicsit kisebb a tartalék, újabb 2,5 milliárd forint elköltésére tett javaslatot, emeljük meg az iparűzési adó várható bevételét. Én ennek nem vagyok híve, azt költsük el, ami rendelkezésre áll, és abból is mindig tartsuk meg egy kicsit, mert egy nagyváros életében nagyon sok dolog történhet, erre is amennyire lehet föl kell készíteni az önkormányzatot. Szerintem ez a felelős hozzáállás, az a bizonyos takaró meddig ér, és meddig nyújtózkodjunk. Szerintem az ugyanúgy igaz a város költségvetésére, mint adott esetben egy családi büdzsére. Ez a büdzsé biztonságosan garantálja az üzemeltetési és a fejlesztési feladatokat egyaránt, és én köszönöm annak a 16 képviselőnek, aki a felelősséget is vállalta ezért a költségvetésért, már csak azért is, mert alapvetően ők fogják tudni elmondani ebben az évben az eredményekről, hogy ők hozzátették a maguk támogatását és munkáját. Intézmények. Az intézményeket érintő döntés meghozata előtt biztos ön is olvasta a közösségi felületeket, hogy ott azért egy parázs vita alakult ki. Nem nagyon értették a szülők, hogy hogyan alakítják el az óvodákat, bölcsödéket, mi lesz, most megszüntetnek óvodát, nem szüntetnek meg óvodákat. Hogyan döntött végül is a közgyűlés, mi ennek a döntésnek a lényeg? Ezt már imént hallhattuk egy kicsit, de komplexen mire számíthatunk? És hogy semmiképpen nem egy adhok döntésről van szó. 2019 áprilisában már kimondta a Humán Szakbizottság azt, hogy tekintette az üres férőhelyek magas számára és az óvodapedagógus hiányra, át kell tekinteni az óvodai struktúrát a városban. Figyelembe véve azt, hogy több mint 400 üres férőhely van, figyelembe véve, hogy van óvodapedagógus hiány, és figyelembe véve azt is, hogy nem feltétlenül ott vannak az óvodáink, ahol ma a legnagyobb arányban a kisgyermekek vannak. Ez ugye egy folyamatos átutasztatást jelent reggel és délután, ez is hozzájárul a közlekedési kihívásokhoz. Ezt a szakemberek elvégezték, ezt a munkát, és így születtek bizonyos jellegű döntések. Itt óvoda bezárásról beszélnek, óvoda bezárás ebben a formában nem fog történni. Ugye 7-8 évvel ezelőtt ez az önkormányzat kérte és kapta meg az Egyházmegyétől a Megyeház utcai ingatlant, hogy egy ideiglenes óvodai csoport elhelyezésre alkalmas helyet tudjunk egyébként önkormányzati forrásból kialakítani. 400 üres férőhely mellett azonban nem indokolt, hogy ezt a nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant tartsuk fönn óvodaként, az az indokolt, hogy azt a forrást, amit erre az ingatlanra kellene költeni, azokra az épületekre költsük, amik egyébként az önkormányzat tartós tulajdonában maradnak, magyarul amik nem csak ma, hanem 10-20-30 év múlva is óvodák lesznek. De meghallottuk a szülők kérését, hiszen a szülők többsége az nem feltétlenül a Megyeház utcai ingatlanhoz ragaszkodott, bár nyilván sokan örültek volna, ott tud maradni ez a néhány óvodai csoport, hanem azt kérték, hogy az adott csoportok maradhassanak együtt, és ugyanazok az óvodapedagógusok neveljék a kisgyermekeket, akik egyébként eddig tették. Ezt a mai közgyűlési döntéssel akceptáltuk és elfogadtuk. Tehát a háromból maradó két csoport, az változatlan összetételben, ha nyilván ott maradnak a gyerekek, és reményeink szerint ugyanazokkal az óvónőkkel tudják a munkát végezni egy nem oly messze lévő másik óvodaépületben. Az összes többi esetben, ahol mozgatására került sor óvodai vagy bölcsődei csoportoknak, ott viszont sokkal jobb körülmények közé kerülnek a kisgyermekek, illetve így tudtuk elérni, hogy teljesen kiüresedő óvoda, ahol mondjuk kettő gyermek maradt. Most, tehát Liechtenstein vagy Svájc sem tud fönntartani két gyerekre egy komplett óvodát, tehát nem egy óvodai csoportot, hanem egy komplett intézményt. Mi úgy gondoltuk, hogy ez az intézmény ma már nem óvodát szolgál, mert láthatólag nincs rá igény, ráadásul pont a falszomszéd, mondjuk a Mancnál ez éppen egy óvoda, hanem a Nyitnikék bölcsödét hozzuk át egy sokkal jobb infrastrukturális körülmények közé, úgy, hogy közben ezzel férőhelyet fogunk tudni bővíteni, ez lesz a Manc bölcsi. Tehát itt nemhogy nem bezárásról, hanem kifejezetten bölcsődei férőhely növeléséről van szó. De az ódai férőhelyek tekintetében is hoztunk ilyen döntést, mert pont a Palotavárosban, ahol az egyik óvoda esetében jóval több a körzetes jelentkező, mint akit ma el tudunk helyezni, mai közgyűlési döntés azt is kimondta, hogy el kell kezdeni ott egy csoportszoba kialakítását, és reményeink szerint jövőre oda már be tudnak jönni a pici ovisok, és ott egy új csoportot tudunk alakítani. És összességében is elmondható, hogy a Maroshegyen, a Felsővárosba, adott esetben az Öreghegyen
ezeken a helyeken jellemző ma az, hogy a körzetben élők egyre nehezebben tudják elhelyezni a gyermeküket, most kevés a férőhely, és ahogy jövünk a belváros fele, egyre több a férőhely kapacitás. Magyarul a város 10-20-30-40 év alatt változik, és ehhez meg kell próbálni egy kicsit az intézményt közelebb vinni a családhoz, közelebb vinni a kisgyerekekhez, ne kelljen reggel keresztül kasul utazgatniuk a városba. És ugye volt egy technikai döntés, én ezt technikainak érzem, hogy a szárazréti óvoda és a felsővárosi óvoda összevonásra került. Ugye itt egy pályázatot fogunk lefolytatni, de én azt gondolom, hogy abszolút elégedettek vagyunk a mai szárazréti óvoda vezetőjével, egy kiváló óvoda vezető, ráadásul az óvoda vezetők közösségének is egyben az irányítója, úgyhogy ő fogja ezt a közös óvodát vezetni. Itt azon volt a vita, hogy hol legyen a székhely, felsővárosban vagy szárazréten, de ez a szárazréti kisgyerekeknek a helyzetét egyáltalán nem befolyásolja, ők pontosan ugyanabban az épületben, pontosan ugyanabban a csoportban fognak járni, és pontosan azok az óvónők fogják szeretetteljesen őket körülvenni, mind akik egyébként ezt eddig megtették. Úgyhogy nyilván egy ilyen kérdés mindig fölvet kérdéseket. Én abszolút megértem azokat a szülőket, akik megszerettek egy épületet is, egy ingatlant is, de tudomásul kell venni, hogy ez nem a városé, és a városnak már nincs 100 millió forintja, hogy vegyen egy olyan óvodai épületet, amire valójában az óvodai struktúrában nincsen szükség. De még egyszer az alapkérdést, hogy a csoportok együtt maradhassanak, azt mindegyik átalakítás esetében el tudtuk érni, és szerintem ez a legfontosabb. Lehet ez hosszú távú megoldás, hogy mondjuk legyen újra óvónőképzés itt a városban, ez ugye több a héten is elhangzott, egy sajtótájékoztató meg itt az imént Rászné Földi Judicájából is. Tökéletesen egyetértek képviselő asszonnyal, évek óta kezdeményezzük a szakminisztériumban azt, hogy a Kodolány János Egyetem képes lenne arra, hogy a fehérvári óvodarendszerrel a háta mögött, mint gyakorlati helyekkel a háta mögött óvodapedagógust képezzen. A Kodolány János Egyetemben folyamatosan erről tárgyaltunk, ők erre készek, tehát képesek és készek is ennek a feladatnak az ellátására. Ezt most ismételten kezdeményezni fogjuk. Egy másik kiegészítő kezdeményezéssel együtt, amiről szintén ma döntött a közgyűlés. Úgy érezzük, nagyon-nagyon fontos kérdés a nyelvvizsga ma, én ezt abszolút aláírom, és tényleg az a jó, ha minden fiatal tanul nyelvet, de én mégse tennék a tekintetben egy kötelező elemet, hogy akkor lehet valaki óvodapedagógus, akkor kapja meg a diplomáját a felsőoktatásban, ha megvan a nyelvvizsgája. Vagy ugyanez igaz mondjuk a bölcsődei szakdolgozók tekintetében. Én úgy gondolom, hogy ők magyar óvodákban, magyar bölcsődékben, magyar gyerekekkel fognak foglalkozni. Nem attól lesznek jó óvónők, vagy óvóbácsik, hogy most akkor beszélnek, vagy nem beszélnek nyelveket. Tehát ösztökéljük őket a nyelvtanulásra, de ne ettől tegyük függővé az ő diplomájukat, mert a városban nagyon sok olyan van, aki ma azért nem óvodapedagógus, mert nincsen nyelvvizsgája, és sokuk pályaelhagyó lesz, tehát semmit nem nyerünk ezzel az intézkedéssel, viszont kiváló óvodai szakembereket vagy bölcsődei szakembereket veszítünk. Ebben a munkaerő ínséges időben szerintem őrájuk is szüksége van a mi intézményrendszerünknek, úgyhogy mi egy jogszabálymódosítást kezdeményezünk a kormányzatnál, nyilván a döntés nem nálunk van, de egyértelműen szeretnénk jelezni a problémát. A beszélgetésünk elején elmondta a főpontot, amivel ugye egyetértett a frakcióvezetőkkel is, hogy mi volt még fontos, különleges dolog ebben a mai közgyűlésben, de hogyha itt műsorunk végén össze kéne foglalni, akkor mi lenne az, amit ezen kívül elmondaná? Én mindenképpen a stabilitást hangsúlyoznám, mert ez kiszámíthatóvá tesz egy várost, és ez minden szereplő számára, aki a várossal találkozik, legyen az egy polgár, legyen az egy intézmény, legyen az egy szolgáltatást igénybe vevő, vagy éppen egy itt dolgozó cég, szerintem fontos. Nem elfelejtve, hogy az önkormányzat maga is a helyi gazdagság számára az egyik legnagyobb megrendelő, tehát nagyon nem mindegy, hogy mi tudunk-e éves szinten mondjuk építőipari beruházásokat megrendelni, felújításokat, el tudunk 250 millió forintot költeni az óvodáink felújítására, tudunk-e utat építeni, ahogy ma ezt egyébként elkezdtük, akár már a déli összekötő út tekintetében is. Tehát én gondolom, hogy ez a költségvetés ennek egy jó alapja, a helyi gazdaságnak továbbra is az egyik legfontosabb mozgató rugója az maga az önkormányzat, maga a helyi közösség lesz. A másik kérdés pedig az, hogy igen, előjöttek azok a kérdéskörök, egészségügy, oktatás, közlekedés, kultúra, rendezvénykérdések, amelyek egy várost várossá, a közösséget pedig közösségé formálják. Biztos, hogy lehet itt még finomhangolni, ezt a munkát közösen el lehet végezni. Én nagyon örülök annak, hogyha ezt normális hangnemben tudjuk megtenni.
az néha bánt, hogy valaki nem szólal fel a közgyűlésnél, de ugyanarról a kérdésről már a közgyűlés előtt mondjuk a Facebookon egyébként félretájékoztatja a fehérváriakat. Szerintem ez nem felelős várospolitizálás. De ma a közgyűlésben szerencsére felelős várospolitizálás volt. És ha ki kéne emelnem területet, akkor én kettőt mindenképpen kiemelnék. A közlekedés, ahol ebben az évben is tudunk előrelépni, illetve megfogalmazódott, hogy abszolút minden felmérésünk rendelkezésre áll, tudjuk, hogy mennyivel kéne többet költenünk, és mire ahhoz, hogy egy jobb közösségi közlekedést tudjunk adni, azon kell dolgozni, hogy a következő években ezt el is tudjuk érni. A másik pedig az egészségügy, ahol szintén tudtunk megvalósítani előrelépést, akár ellenzéki javaslat befogadásával, mondjuk a védőoltás programját egyébként tudtuk növelni. Azt hiszem, hogy ennek a fehérvári családok, kisgyermekeket nevelő családok különösen örülnek, és hát a kórház felé is tudunk egy 150 millió forintos támogatást adni, amiben a rezidensek lakhatási támogatásától indulva eszközpark fejlesztésen át egészen a CTMR várólisták jelentős csökkentéséig is el tudunk jutni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy értékes költségvetés, és biztos nem hibátlan, biztos nem olyan, ami mindenkinek minden kedvét, minden javaslatát meg tudja oldani, mert nincs pénzverde a Városháza pincéjében, annyit tudunk elkölteni, ami rendelkezésre áll, de én úgy érzem, hogy erre a költségvetésre is büszkék lehetünk, ha ezt végig tudjuk csinálni, és esetleg egy kicsit a gazdaság még növekszik is idén, amire azért szerintem számíthatunk, akkor még az év második felébe ezt ki is tudjuk egyéb üzemeltetési, szolgáltatásbővítési, vagy éppen fejlesztési javaslattal egészíteni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőknek pedig köszönöm, hogy itt voltak. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!